Születésnapi ünnepséget tartott a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrum a Városháza dísztermében. Az intézmény elődje a Családsegítő Szolgálat 25 éve kezdte meg működését Kispesten. Az egykori és jelenlegi munkatársak együtt ünnepeltek a szociális területen működő szervezetek tagjaival, és az eseményen részt vettek az önkormányzati vezetők és képviselők, az intézményvezetők és a polgármesteri hivatal szakirodájának munkatársai is. Vincek György alpolgármester felidézte a változásokat, a szakmai fejlődést, a szolgáltatási paletta bővülését, és legfőbb értékekként az emberközpontuságot, az igényességet, a csapatmunkát, a kreativitást és a kapcsolatépítést emelte ki. Bejelentette, polgármesteri javaslatra nettó 50 ezer forint jutalmat kap a centrum minden munkatársa. Vigné Vince Erzsébet, az intézmény vezetője, a jövő terveiről beszélt az ünnepségen. Most gondolkodunk a tanoda létesítésén, gondolkodunk továbbra is a pályaorientáció felfejlesztésén valamilyen szinten, és hát nem utolsó sorban, amit itt is már említettem, hogy még nem nyílt meg teljesen, de hogy gyakorlatilag már elkezdett üzemelni a bútorraktárunk, amiben adományokat tudunk fogadni, és hát ezt szeretnénk még rendesen felfejleszteni. Jövő év elejére remélem, hogy ez már teljesen stabilan meg is áll a lábán. Ez egy új telephelyen fog történni, úgyhogy rengeteg ötletünk van, és most csak a legnagyobbakat említettem itt az elkövetkezendő pár évre.